tudományos és fantasztikus élményekre váljsz. Akkor csakozd az öveket, és tűnj be a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánunk! Ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a Szokol Ébresztő című műsora, 90,3 MHz-es modulált sávon, illetve a tilos.hu-n. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és felvételről jelentkezünk ezúttal, és a többes számot pedig az indokolja, hogy a Skype vonalban itt van velünk Letre Őrs Hunor, hogyha minden igaz, valóban hallasz engem? Valóban, tökéletesen. Nagyon jó! Hát igen, szóval ez egy nagyon-nagyon nagy öröm számomra, hogy ezt összehoztuk, ezt a beszélgetést, amint ezt már két héttel korábban fel is konferáltam jó előre a hallgatóságnak, hogy ma veled fogunk beszélgetni, ugyanis eljött az a, az, az időszak a világtörténelemnek, amikor kijelenthetjük, hogy hát a tervek szerint két héten belül elindul a James Webb űrtávcső, az 1997 nagyjából szerintem 1997 ott a tervezett következő nagy űrtávcső, amit annak idején ugye Next Generation Space Telescope néven hirdettek, és amit elég el nem ítélhető módon a NASA PR-osai szeretnek úgy nevezni, hogy a Hubble utódja, de hát valójában egy óriási infravörös távcső, és és hát ennek az egyik műszerének a fejlesztésében veszel részt többek között, úgyhogy ez indokolja azt, hogy... Erről fogunk beszélni, de most előtte néhány szót rólad. Ugye mondtam már, hogy Detre őrsnek hívnak téged, ugye? Tehát akkor már itt rögtön után olvastam kicsit a családotoknak, természetesen, ami persze nem volt nehéz, hiszen konkrétan, ahonnan én most beszélek, a szomszédos a Detre László teremmel, mert ezt a, ezt a felvételt az eltén csináljuk, és a Detre László, aki <laughs> ugye csillagra vezetője volt, ő volt a, a te nagyapád, ha jól tudom, az ő legidősebb fia volt Detre Csaba, aki geológus, és akkor te, mint unoka viszed tovább tulajdonképpen a csillagászati vonalat, ha jól értem, és közben tele van mindenféle fantasztikus emberrel a család, itt van például itt van például a nagy Detre villő, ha jól értem, aki belső igen. építész. Nagy, itt... Nagymamám, bár ő is csillagász, igen, tényleg, bizony, Balázs Júlia, igaz? Első magyar csillagász nő. Azt a mindenit. Hát igen, szóval itt már önmagában ez is, tehát erről is rengeteget lehetne beszélni. Igazából inkább az a kérdés merül föl, bennem mindig, hogy oké, okay, te éppen csillagászt lettél, de persze van, vannak itt, uh, mit tudom én, bronzérves vitorlázók, meg olimpikon szörfös, meg mind, tehát mindenféle, mindenféle van a családban, ez egy fantasztikus család. A kérdés az, hogy az, hogy te hogy csillagászat irányába mentél el, az, az, mennyire köthető ehhez az egészhez? nyilván buta kérdés, mert körülvett téged ez az egész, de, de közben mégse lett mindenki csillagászat Detre családból, szóval hogy, hogy, van ez? Igen, gyakorlatilag édesapám is geológus lett és filozófus, és tehát kimaradt egy, egy generáció, és én sem ennek készültem. Hát valójában én még annak idején én villamosmérnöknek készültem, aztán valami, valami adáséba miatt úgy gondoltam, hogy, hogy, ez valahogy kevés. És akkor elkezdtem a fizikus szakot, majd később a csillagász szakot is, és akkor így lettem végül is fizikus és csillagász. De hát a, műszerek szeretete, hogy úgy mondjam, az megmaradt. Sőt, a hobbim is ez. Igen, tehát, hogy jelenleg, ezt akkor tegyük is tisztában, ki kell javítanom saját magamat, mert két héttel ezelőtt valótlanul állítottam, amikor reklámoztam a mostani műsort, hogy te a München melletti Garchingban levő Maclun intézetben. Majdnem eltaláltam, Ugye, mert ez az asztrofizikai intézet, te viszont a csillagászati, az Institut für Astronomie-ban vagy, ami viszont Heidelberg. ugye? Egy sokkal szebb és tényleg nagyon-nagyon gyönyörű hely, Lübergben van szerencsém Aha. dolgozni itt. Hát igen, na most ezt is, azt is látom, most így elemezgetve az adatokat, hogy te 2004-ben szerezted a fizikus diplomát, igen, ez ami jó. azt jelenti, hogy volt egy olyan év, amíg mi egyszerre jártunk a fizikus szakra, mert én meg 2003-ban kezdtem, uh -huh. de viszont csillagászként 2007-ben egyébként ugye mondtad igen. is, hogy végülis azt is igen, megszerezted. Égen. Na hát igen, szóval így vágtál neki, ennek a, igazából ezt az átkötést kell még megbeszélnünk, hogy amíg után ezeket megszerezted, ezeket a izé, papírokat, akkor utána hogyan vezetett vissza mégis az út, a nem annyira a konkrétan az, hogy jó napot kívánok, itt vannak az adatok, elemezzük ki, hanem konkrétan a nagyon is mérnöki vénát is kívánó ö, csillagászati műszerfejlesztés irányába. Tehát ugye érdekes, hogy villamosmérnökként kezdtél, mit tanultál mindent a csillagászatról, ami ugye emberileg lehetséges, és aztán utána Utána viszont valahogy tézis-antitézis-szintézis, tehát akkor végén összeállt egy ilyen dolog, hogy műszert fejlesztesz a csillagászathoz. Hogy itt ez hogy történt? Milyen lehetőségek jöttek? Vagy miért pont erre valójában, felé? Valójában soha nem tértem le erről az útról, mert a, a csillagász szakdolgozatom is erőszt, erőteljesen műszaki volt. Egy, egy olcsó, hát Magyarország, ugye már egy olcsó uh -huh. kamerát kellett átalakítani egy, egy ipari kamerát, egy, egy csillagászati kamerával, és, és ez volt az én dolgom, és ezzel meg is csináltuk két kedves kollégámmal, nem csak a technikai részt, hanem ezzel mértünk is. Úgynevezett gyors csillagászat, az azt jelenti, hogy ahelyett, hogy, hogy ilyen 5-10 perceket exponálnánk, nagyon-nagyon sok, nagyon gyors felvételt csinálunk, amivel nagyszerű dolgokat lehet csinálni, tehát nagy, nagy felbontású csillagászatot lehet, lehet így csinálni földről, és akkor ugye a Max Planck intézetben, amikor belecsöppentél, akkor ott már rögtön, rögtön azzal bíztak meg, hogy űrcsillagászati cuccokkal foglalkoz, vagy ott is megmaradt ez a földi bázisú csillagászati műszerfejlesztés? Nem. Hát gyakorlatilag erre a... Tehát ez úgy, úgy kezdődött, hogy hát 2007-ben kerestek valakit a nagyon kedves kollégám, Uri Grötzinger mellé, aki most már nyugdíjas, ő volt akkoriban a, a Mirinek, tehát ennek a, a, ennek a műszernek, amin dolgozom, az elektronikai vezetője, és gyakorlatilag a, a jobb kezeként vettek föl engem egyből, és erre kerestek, mert ez, uh -huh. ez rettentő sok munka, uh -huh. és, és akkor egy darabig én így, így, így segíthettem a munkáját, és nagyon-nagyon sokat tudtam tőle tanulni. Ennek a Miri műszernek volt egészen 2000 nyolcig a elektronikai vezetője, és hát ekkor egy pár hónappal később mondták, hogy akkor átvenném -e a, a, a szerepét, amit persze el is fogadtam. Megmondom őszintén, akkor ennek még azért annyira nem örültem. Ez elég elég erőteljesen mély víz volt, és akkor később tudtam, később volt szerencsém, hogy így becsatlakozni a mechanikáknak a, a tesztelésébe, amit viszont retteltesen szeretek, mert a, a management és az elektronikai vezetéstek a menedzsment oldala mellett így, így vissza kerülni a, a, laborba, amit, amit gyakorlatilag nekem így a, az életterem. És akkor később, ahogy, ahogy így mentek a, a, hónapok, meg évek, úgy szépen lassan így mondjuk úgy, hogy begyűjtögettem az összes Flatfield mérésnek a, a, vezetését, amit, amit így mai napig csinálok. Gyakorlatilag ezeket mind csinálom mai napig, csak ugye különböző periódusokban más és másnak van, van nagyobb súlya. Akkor együnk is szólt arról, hogy, hogy tulajdonképpen Európa mivel járul hozzá ehhez, ugye rengeteg mindennel, de hát ugye azt, azt, azt a hallgatók is biztos felkapták a fejüket, hogy te ugye Heidelbergben dolgozol, de a James Webb viszont részint egyébként hibásan úgy él a köztudatban, mint egy amerikai űrtávcső. Holott egyébként, már önmagában... Holott nem. Holott nem. Igen, <laughs> igen, igen. Már igen. Elég Te... arra gondolni, hogy egy európai rakéta viszi majd föl az ariane 5 de természetesen itt van a MIRI, az egyik legfontosabb műszer, ami ugye egyébként az a tisztességes neve, hogy mit Infrared Instrument, ami elég általánosan hangzik. <laughs> szóval, hogy ez európai hozzájárulásról, és ezt specifikusan a Max Planck a intézet, Heidelbergi Max Planck intézet hozzájárulásáról, hogyha ejtenél néhány keresetlen szót, hogy mit, művel Európa itt. Kezdjük távolabbról. A James Webb űrteleszkóp az, az egy nemzetközi összefogás. Egyébként nagyon hasonló módon a Hubble űrteleszkóp is, is az volt. Az más, hogy bizonyos űrügynökségek szeretik kidomborítani, hogy, hogy ez az övéik, De hát ez összefogás, csak is összefogás eredményen lehet, mert gyakorlatilag egy ilyen fejlesztéshez a világ legnagyobb agyait kell összeszedni, nem elég csak egy országból, vagy, vagy egy régióból. És mit keres Európa? Tehát gyakorlatilag a James Webb az, az a kanadai, a európai és az amerikai ügynökségnek a, a közös projektje. Túlnyomó részben ez igaz, hogy a NASA hozza az anyagiakat, de... Például én nagyon büszkén gondolok arra, hogy például az én, műsz, az én műszerem is le, mondhatjuk, hogy én műszerem. Tehát a, amint dolgozom, és 50-50 százalék -50 Európa és, és, és USA, hogy jön, hogy jön be a, a Max Planck intézet gyakorlatilag? A Max Planck intézet két dolgot vállalt. Az egyik az, az három darab mechanikának a, a leszállítása a, a mirire. Négy őszisz a négyből, mert egy eléggé, eléggé komoly feladat. A másik az, az maga az elektronikai vezetés, ami Uri Götzinger kollégám volt, majd én vettem át egy kicsivel később tőle. Tehát az, az én személyem volt a, a másik kontribútum. Uh -huh. Az európai hozzájárulásra visszatérve, hogy azért az mégiscsak azért jelzésértékű, hogy a NASA persze olyan értelemben biztos, hogy joggal tekinti magát fővállalkozónak, fő ha úgy tetszik, hogy Ugye végül magát az űrtávcsövet és a, a NASA-nak a igazgatójáról, a James webb ről Igen. nevezték el, ugye aki az Apollo program előkészítő fázisában, tehát nagyon fontos időszakban volt a, a NASA elnöke. Egyébként egy-két hónappal ezelőtt még az is felmerült, hogy lehet, hogy át kéne nevezni az űrtávcsövet, mert hogy a a James Webb tett valami mai szemmel politikailag nem korrekt megnyilvánulásokat, és akkor persze ugye mostanában erre nagyon kell figyelni. 60-as évek Amerikájáról mindenki tudja, hogy, hogy, hogy ez milyen volt. Ez természetes, hogy ez mostani szemmel ez nem vállalható. Mondom, ezek a dolgok az akkori környezetből nem szabad kiragadni, az akkori igen. környezet Amerikában ilyen volt, ez természetesen megváltozott. Viszont ami utólag nem... visszanyúlni, és, és valakit. Uh, tehát, igen, csak, igen. csak nézzük meg! Ki, kinek volt köszönhető nagyon nagyban a, a holdra szállás? Vernon von Braun. Nézzük meg a múltját. Nem <laughs> jó, kell. Jó, jó, hát persze. persze igen, igen, tehát egyébként, ez teljesen így van. Egyébként én is ugye megdöbbenve tapasztaltam most, ugye én, Amerikában töltöttem a, a nyarat, és, és, hát ugye azzal kellett szembesülnöm, hogy, hogy az egyetem, a Floridai Állami Egyetemnek, Florida State University-nek a, a, egyes korabeli alapítóiról, ez 1851-ben alapított déli egyetem, ugye, gondolhatod, és akkor és akkor itt voltak bizonyos épületek, amik az egyetem alapítóiról, meg a floridai felsőoktatás megteremtőiről voltak elnevezve, de hát persze ezekről sorba derültek ki, hogy rabszolgáik voltak, stb. 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 Uh -huh. És akkor Éppen azt néztem, hogy ott nyáron szedik le a feliratokat az épületekről, mert hogy át kell őket nevezni. Szóval, hogy ez most egy kicsit, kicsit túltolt hullám, de hát nem feladatunk, hogy ezt kiértékeljük. Az viszont nagyon is a feladatunk, hogy értékeljük, hogy milyen hihetetlen dolog ez, ami itt készül fölmenni az űrbe csak néhány adat, ugye, hogy aki még nem látta volna a fényképét ennek az eszköznek, a, akkor az gyorsan, hát mivel ez egy rádió műsor, tehát mindenki, nem tudom, képet mutatni, írja be mindenki, hogy James Webb, James Webb Space Telescope, és hát akkor látni fogjuk, hogy, hogy ez egy elképesztő dolog, tehát ez egy hat és fél méter átmérőjű tükör, ami persze sokkal szélesebb, mint maga a hordozórakéta, ebből következik, hogy eleve egy olyan tükröt vele? kell ami nem fér bele, nem fér bele. Összehajtogatjuk. <laughs> na ez, ez, ez horror egyébként, ez horror. Ez az, ez az ez az horror. horror a köbön. És akkor még nem is beszéltünk a Sunshieldről, tehát, tehát na, úgyhogy majd kérlek is, hogy beszélj erről most mielőtt a mirire meg a te személyes sztoriaidra így jobban rálepülünk. Vagy hát esetleg össze is folyathatjuk ezt a kettőt, hogy értsük meg, hogy miért tartott ez a fejlesztés eddig. Mert én elkezdtem rajzolgatni, hogy mikor mit mondtak arról, hogy mikor megy fel a James Webb, és 97-ben, amikor elkezdték a projektet, akkor még ugye nem is James Webbnek hívták, hanem Next Generation Space Telescope-nak az volt az állítás, hogy hogy tíz év múlva megy föl, tehát ha ez igaz lett volna, akkor 2007-ben felment volna, és akkor te hiába végezted volna el itt a, a csillagás szakot, addigra már fönt is lett volna a távcső, nincs itt semmi fejleszteni való, ugye? De hát természetesen nem így történt, és most 2021 van, és még mindig nincs fönt a távcső, de már majdnem. Szóval, majd szóval nyilvánvaló, hogy itt nagyon sok újszerű dolog volt, és... Mik voltak a fejlesztésnek a fő buktatói, meg bonyodalmai, meg... Szóval nyilván ez eleve teljesen más, mint a Hubble. Eleve úgy kell tervezni, hogy ezt soha senki nem fogja tudni megszerelni, mert ez másfél millió kilométerre fog a Földtől. Nincs, nincs második lehetőség. Nem lesz service mission. Egyszerűen nem lehetséges. Mm. Kezdjük a horrortól. Tehát mi a horror? Hát ugye mondtam azt, hogy viccesen, hogy össze kell hajtogatni, de ez gyakorlatilag össze kell hajtogatni. És nem is az, hogy, hogy az űrben hajtogatjuk ki, de még a, az optikai, a fő optikai elem, tehát a fő tükör is össze van hajtogatva, és ezt kell gyakorlatilag a hajszálnak, tehát több, több méteres paneleket kell a hajszálnak a százada pontossággal, még talán annál is kevesebb, pontosággal kihajtogatni. Mindezt úgy, hogy előtte ezt a me mechanikák valójában, de mindezt úgy kell ilyen precízen, hogy ezek az optikai elemek előtte egy hatalmas rakétával szana szét vannak rázva. Ez a good luck. Azt a bizonyt. És, és ugyebár minden úgy van megtervezve, hogy... Ha lehetséges, akkor kettő van belőle. Egyik elromlik, a másikat ki tudjuk kapcsolni, másikat tudjuk használni. Az optikai elemekből egy van. A mechanikai elemekből egy van. Ott is szenzorokat, stb. lehet rá kettőt rakni, de akkor is ezek single point failure-ek, tehát az elromlik, akkor az egész bukta. Nagyon sok ilyen elem van a James Webb-en. És itt jön be az, a, azt már neked említettem egy előzetes beszélgetésben, hogy a rázó teszteken nincsen ateista, mérnök. Egyszerűen nincs, mert ugye már ezek, ezeket több lépésben megy a fejlesztés. Először van egy, egy koncepciómodell, amit, ami az első prototípus, azt megépítjük, kipróbáljuk, azok még teljesen, azt még meg is foghatott kézzel, nem kell laborba menni, tiszta szobába. Ott, ott az a csak játszol. Oké, okay, maga ez a, mondjuk, hogyha ez egy mechanika, mint a Max Planck esetében, akkor ez ez tényleg egy játékszer, itt tapasztalat ki, hogy maga a koncepció működik. Utána jön egy engineering modell, ott egy már kicsit mély, mélyebbre mész, ott már elkezded azokat a, a, az anyagokat, megoldásokat alkalmazni, amely a véglegesnél lesz. Utána jön egy kvalifikációs modell, amit szintén megépítesz, és itt jön egy, egy hatalmas tesztkampány, hogy bebizonyítsad azt, hogy ez, hogyha ezt így csináljuk, akkor működni fog. És itt már bejönnek például elektronikai tesztek, rázó tesztek, tehát tényleg szana rázod. És hát ott van olyan, hogy, hogy a rázó testen konkrétan volt ilyen még a leges-legelső modelleknél, hogy eltört egy alkatrész. És akkor na, jön a kérdés az, hogy ez most egy anyaghiba volt, tehát hogy, hogy, hogy a maga koncepció az jó, vagy pedig a koncepció nem jó, és jó lett minden megcsinálva, viszont elromlott, tehát valamit át kell, át kell tervezni. És utána jön, tehát ott az gyakorlatilag meg lifetime tesztelt, tehát te több tízezerszer forgatod, és megnézed a pár százanként, pár ezrenként, megnézed azt, hogy, hogy mi az, ami változott, vagy nem változott. A lifetime teszteken ott a többszörösét végignyomjuk, amilyen gyorsan csak lehet, ez egy másik probléma, hogy 5-10 évnyi használatot hogy tudsz hát ezek általában ilyen több hétig forognak ilyenkor. ez hogy tudod minél gyorsabban megcsinálni. És amikor megvan a kvalifikációs modell, life, lifetime test, stb. mindenféle, akkor jön a flight modell, és még a flight modellt is fölviszed például a rázó tesztre, csak mondjuk nem akarod teljesen. Tehát kicsit, kicsit, kicsit gyengébb erősséggel, de még azt is, hogy, hogy kiderüljön, hogy ha esetleg valami különbség van a kvalifikációs és a flight között. A flight az ténylegesen az, ami repülni fog. Tehát az, amit beépítenek később. És egyébként utána, már csak így a, a, a teljesség kedvéért, még egy flight spert is csinálsz, ami egy, egy tökéletes másolat a, a flight modellnek, és az csak azért, hogy, hogy azt így elrakt 10-15 évig, hogyha bármi gond van, egy, hogyha még a Földön van gond, akkor egy pillanat alatt lehessen cserélni. A pillanat alatt az nagyon tézőjelbe mert az egy ilyen nagy vörös gombot kell megnyomni, úgymond így gondolatban az, hogy, hogy flight, flight csere az egy ilyen úristen. Hál' Istennek ez nem történt. De elnézést, megtörtént, a detektoroknál megtörtént. A, a másik három műszernél ott, ott, megtörtént. Ez, ez egyébként, amit most mondtad, ez pontosan ez a legutóbbi halasztás? Nem, fogatkozó? nem, nem, ez, 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 ez még 2010, fú, most 6, 16 aha, aha. környékén. Ott kiderült, hogy losszul lettek legyártva a másik három a másik három műszer azok közeli infravörös műszerek, és, és teljesen más a detektoruk, viszont mind a három műszerek ugyanaz. És ugyanaz a hibája volt. Gyakorlatilag gyorsan öregedtek. Nem akarok belemenni a technikai részletekbe, hogy miért, de, de ezek öregednek, és gyakorlatilag azt hiszem olyan nagyságrendek, tízszeres sebességgel öregedtek. Az azt jelentette, hogy a fellövés idejére már annyira előregedtek volna a, a, a pixelek, hogy épp hogy csak még használható lett volna, és akkor tényleg azt mondták, hogy jó, alap, alap problémát, tehát vannak olyan dolgok, amiket konkrétan, amikor, amikor felszerelsz magára a műszerre, akkor beragasztod. Az összes csavar szinte ragasztva van. Hogy aha, tudod leszedni, aha. amikor már be van ragasztva? Ezért hatalmas, nagy vörös gombot kell elképzelni egy, so ilyen, egy ilyen flight, flight slash uh, flight spare cserénél, mert ezek több problémát okozhat, mint amennyit megold. Aha. Nem csak a rázó teszteken, hanem még inkább nyilvánvalóan a startnál, meg az odavezető másfél millió kilométeres úton, meg az üzembe helyezésen is mondható, hogy kevés, a, kevés, az ateista mérnök, és ja. hát izé, imánkba foglaljuk, a James Webb bűrtárcsövet mindenképpen. De ha ne adj Isten, megtörténik az elképzelhetetlenül rossz forgatókönyv, hogy mondjuk mit tudom, én nem áll pályára. Most túl azon, hogy idegössze roppanást kap a féltársaság. De ilyen esetekben a Flight spell az előrántható kalapból azzal, hogy akkor idézőjelben csak néhány száz millió dollár pótlásával um. esetleg utána küldjék a a célra? Tehát, Ilyen ez... már volt. Ilyen már volt. Egy, egy, mission, hú, nem emlékszem melyik volt az, de, de ott a flight pereket uh -huh. fölrobbant a rakéta. És a az, flightspereket... Ézának, az Ézának volt szerintem egy, ahol ezt meg talán megcsálták a Cryosat. ez nem egy csillagászati Mert... műhold volt, de, de egy föld, földi jégmozgásokkal környezet vizsgáló műholdot szerintem ez történt, és az is lehet egyébként, hogy a Cluster műhol családbel is ez történt, ami, ami, és akkor ráfordulunk a témára, ami az első Ariane 5 start volt valamikor még a 90-es években, ugye katasztrofális robbanásban végződött, és ott, a, ott az őserdei mocsárból emlékszem, így gyerekként beégett a fejembe azok a képek, hogy így a szétrobbant ordozórakét a darabokat a szedik össze hajókkal, meg minden. És, és hát az volt a legelső repülése az Ariane 5-nek, és egyébként valóban aztán ezek a műholdakat, amik ilyen magnetoszféra kutató műholdak lettek volna, később orosz, orosz rakétákkal, Soyuz hordozó rakétával felvitték, a Cluster műholdakról van szó. Viszont, viszont, ugye az volt a legelső Ariane 5 rakéta, és hát talán jól gondolom, hogy ez lesz a legutolsó Ariane 5 rakéta. Hát ami a James az Webby. utolsó, utolsó köz volt. Aha. De elmondom, hogy miért nevettem az elsőnél. Ez no. egy, egy személyes sztori. Na, no, mondd. Te szeretni fogod, remélem a hallgatók is, tehát a, a, a Teles Alien Space Belgiumban fejlesztette a, azt a, a Mirinek a, az ICE nevezetű elektronikáját, ami gyakorlatilag a detektorokon kívül minden mást vezéren a Mirin belül, és amikor legelőször elmentem egy meetingre, akkor így, így körbevezettek a laborokban, és akkor így nézem az egyik labor, egyik tiszta szobának a, az egyik asztalán ott van egy egy ilyen fém doboz, ami egy, egy elektronika, ezt láttam, hogy egy elektronika, és szana szét csavarodva, ezek nagyon-nagyon fix uh, alumínium dobozok, tömbből kiforgácsolt alumínium dobozok, tehát, tehát gondolkoztam, hogy mi a fene tudta, ez biztos, hogy nem teszt, ami ami, ami egyszerűen ilyen, ilyen, ilyen szana szét csavarta az egész, és még, és még láttam ilyen, ilyen tehát tele volt sérüléssel. hát mondom, ennyire, ennyire alaposan nem tesztelik, az biztos. És akkor megkérdeztem a, a, az igazgatót, hogy mit látok, és itt az arca, ja, hát az ott valójában a legelső uh, Ariane 5 -nak az önmegsemesítő elektronikája. És uh, hatalmas szerencsénk volt élőben tesztelni. <laughs> és gyakorlatilag az az elektronika nyomta meg azt a gombot, amit, amit a felvételeken lehet látni, hogy így darabjaira repül az Ariane 5. Igen, igen, mert amikor ezek letérnek a pályáról, akkor ugye az elektronika meg hát kell nyomni parancsot egy... ad, hogy fölrobbanjon a rakéta. Igen, Tehát, pontosan. hogy általában ez szokott történni, hogy ne hagyott. Igen, 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 egy igen. lakott terület felé forduljon az irányítatlan repülőre. Volt az, hogy, hogy. Igen, that was a big success. <laughs> igen. Ne, nekünk ez egy, ez egy sikeres mission volt, ami működött, amit terveztünk. Na hát igen, jó. Reméljük, hogy december 22-én nem csak. A lesz, megsemmisítő elektronika fejlesztői fognak örülni a sikeres tesznek, hanem a világ tudományos közössége és ti is, mert hát itt aztán tényleg, a, még a horrorra visszatérve, ez önmagában minden horrorisztikus volt, ami eddig itt elhangzott de én még mindig nem térek magamhoz abból, abból, az állításodból, hogy ugye ezt a, ezt a sok 18 tükörszegmást, ezt úgy kell beállítani, hogy az emberi hajszánál sokkal-sokkal vékonyabban illeszkedjenek. Nyilván ugye felvisít ugye a múltbeli Hubble sztori, ami ugye 31 évvel ezelőtt. Sejtettem, hogy felhozod. Hát igen. ugye nem lehet nem felhozni, főleg igen, a NASA igen. megy neki egyébként, mert annak ellenére, hogy egy infravörös tárcsörről van szó, ugye fennen hangoztatják, hogy ez a Hubble utódja, oké. Okay. Na és akkor nézzük meg, hogyha már ők mondják ennyire minden sarkon, akkor mi történt 31 évvel, amikor fölment a Hubble, ugye az történt, hogy kinyitották, és first light, első kép, és hát mit a Isten forzalmasan el volt rontva, mert ugye tudjuk miért most ebben nem megyünk bele, meg volt is már erről korábban adás. A lényeg az, hogy szisztematikus hiba volt, és hát félrecsiszolták a tükröt. Az, az a, a főtükröt. Ugye, a főtükröt. És ugye az volt a nagy szerencse, hogy viszont eleve a Hubble-t azt olyan jól, jól, jól szerelhetőre és szervizelhetőre tervezték, és a szervizelésére is volt lehetőség, hiszen alacsony földküli pályán keringett, és kellett is, Lion. És rögtön ezzel, ezzel indult. Igen, na most a ugye, és akkor most mondtad ezt a dolgot, hogy itt vannak ezek a tükrök, amiket ugye origami, origami módjára kell itt széthajtogatni eleve, plusz még ugye esélyünk sincs arra, hogy oda küldjenek valakit. Habár emlékszem, hogy volt ez a Gransfield, vagy hogy hívják ezt a NASA űrhajóst, aki Hubble Hagerként szokott magára hivatkozni. <laughs> Igen. Mert ő több szervizmisszión is volt, és emlékszem, hogy ő annak idején kilincselt azért, hogy legyenek kapaszkodók a James webb mint ahogy a hubble -ön voltak, mert hogy ki tudja, hogy majd a, a mit tudom én, az Orion űrhajó, vagy a SpaceX, vagy mit tudom én, micsoda, hogy talán esetleg eljutunk oda, hogy tényleg, hogy mégis lehessen szervizküldetést csinálni, és akkor legalább legyenek rajta űrsét a kapaszkodók, de de úgy tűnik, hogy ez, ezt az ötletet el is meszelték, meg ezt nem is olyan modulárisra tervezték vagy terveztétek, a nem, ha nem jól értem. Semmiféle. Tehát ott, 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 gyakorlatilag a tervezéstől kezdve a szervizmissziók, az benne voltak a követelményekben. Tehát gyakorlatilag azt, a hubble az kinyithatod, és, és ilyen nagy, vörös, kapaszkodókon keresztül, meg nagy vörös csavarokon keresztül kicsavarozhatod azt a műszert, és kicserélheted egy másikra. Most nálunk ez nincs. Igen. És akkor Viszont, mi van helyette, mi van helyette? meg tudod nyugtatni a hallgatóságot, Tehát. hogy ez a horror Story, ez, ez egy szép eredményre fog vezetni? Hozzá. Mi van helyette? Hát az van, hogy nekünk nem egy darab főtükrünk van, hanem 18 szeg ilyen, ilyen, ilyen hatszög alakú szegmensünk, és hogy még egyszer meg ne történhessen hasonló dolog sem, 7 különböző szabadsági fogban, állítható minden egyes szegmens, sőt, még a, a, a másodlagos tükör is, ami azt jelenti, hogy három különböző irányba lehet, mind a három irányba lehet forgatni, mind a három dimenzióba xyz lehet, lehet eltolni a tükröket, sőt, és itt van a hetedik, még meg is lehet feszíteni. Hmm. És itt van az, hogy hogy még ezt is belerakták, hogy hogy még véletlenül se le, le, legyen ilyen, hasonló problémája, mint ami a hubble volt. És egyébként képet csináltak ezzel a tükörrel? Azért kérdezem, mert ugye a hubble a Földön csináltak volna képet, akkor rögtön kiderült volna, hogy rossz a, rossz a tükör. A Hubble-nél csináltak, illetve nem, nem csináltak képet, hanem egy teljesen független műszerrel megmérték, és és, és az pontos is. Illetve az kimutatta, hogy, hogy hogy hibás a Hubble, uh -huh. Igen, nem, nem hittek szóval. neki, mert a, Igen. a, a, a maga a hibás műszer... Az, az egy jóval pontosabb műszer volt, és akkor ah, oké, okay, ebben, ebben hiszünk. Nálunk igen, egy, egy részről azért húzódott el ennyi, mert még egyszer, még egyszer már csak abban a hibába belefutni, hogy alul a, a James Webb-et, ebben nem szabad belevenni. Az utolsó teszt, ami Houstonban volt, 2018, ha jól emlékszem, ott, ott a, a, világ legnagyobb űrszimulátorában egy ilyen hatalmas vákumkamra, amit le lehet hűteni iszonyatosan, mínusz 200-250 fok környékére le lehet hűteni, egy akkora vákumkamrát, mint egy, egy, kisebb, nem is kisebb ház, mint egy ház. A, a minden egyes alkatrésze hatalmas, valahol tesztelni kell, ezért épült akkor, és ez most nagyon jól jött, mert gyakorlatilag már a főtükörrel együtt be tudtuk rakni a fő és tükörrel együtt az összes műszert, de ez sem jelenti az a teljes tesztelés, mert ott is teljes hűtést azt nem, nem lehetett elérni, és Egyszerűen nem lehetett olyan ö, csillagfény szimulátort, most így nagyon csúnyán magyarra át, átfordítva, készíteni, ami úgy működne, hogy az összes szegmenséről egyszerre érkezik a fény a műszerekbe. Csak bizonyos csoportokat tudtak külön megvilágítani. Mert egyszerűen fizikailag lehetett, tehát gyakorlatilag egy, egy még ennél is nagyobb, a világ legnagyobb vákumkamrájánál is nagyobb vákumkamrát kellett volna csak ezért készíteni, uh -huh. hogy tényleg teljes egészében tudjuk tesztelni. De egyébként egy ilyen, ilyen teszt is több hónap 0-24, mert egyszerűen mindent megpróbálunk tesztelni, és több, akár több év előkészület, és ebből volt nagyon sok, és nagyon sok szinten. Tehát mi már ugyebár a, a, a kis alkatrész szinten elkezdjük a tesztelést, és minden egyes, amikor összeépítesz valamit, mondjuk három-négy alkatrészt, akkor azt is teszteled. Amikor ezt, ezt az egyel nagyobb uh, assembly, ezt összeépíted másik eszemlékkel, azt is teszteled, és így épül föl egyszerre több országban, és a világ különböző pontjain, több helyen, az összes alkatrész, és egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb és nagyobb a, lesz a, a tesztelendő alany. Igen. Most egy másik horror story, ami eszembe jutott, ugye, és, és egyébként ez is egy kérdés, hogy ezt a Vákumkamrában teszteltétek meg, mert hát azzal volt egy emlékezetes balesetke, ugye ez az öt, vagy ki tudja hány rétegű sunshield, vagy mi ez nap nap ernyő, vagy nap pajzs, ami egy azért különösen fontos dolog, mert ugye, ez egy infravörös műhold, ahhoz, hogy infravörösbe észleljen az ember, ahhoz egyébként ugye, meg amúgy is, ezért ez az űr, tehát nem jó, ha direkt rásüt az ember a, emberre a nap, vagy az műszerre, az érzékeny műszerre a nap, tehát ugye nagyon fontos, hogy az eszköz le, le legyen megfelelően hűtve, és ahhoz van egy ilyen, talán, talán valahol azt olvastam, hogy ilyen, Tenisz, teniszpálya méretű, vagy Körülbelül nagyságrendileg. ilyen nagyságrendileg ilyen milár, vagy kevlár, vagy én nem tudom micsoda. Myler, de igen. Mylar, de, igen. fólia, ami öt, öt, rétegű, és ugye ennek így ki kell nyílni, hogy végig árnyékban tartsa magát a tudományos műszert, és, és, hogy ezt, ennek a nyitását például ebben a marha nagy vákumkamrában kip, kipróbálták? Ezt nem ott, ezt, 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 ezt nem, nem ott. Ezt ott. nem lehet. Pontosan ez Aha. az, amit, amit nem lehet, mert az összes ilyen nyitással kapcsolatos dolgot az gravitáció alatt nem lehet. Ja, na ez az, ú, Nagyon sok szóval. ilyen nyitás, azt például úgy csináltak meg, hogy a gravitáció mentességet is szimulálni kellett. Az azt jelentette, hogy különböző nagyon, nem, nem csak kábelekkel, hogy oké, okay, föl, föl, föl a plafonra, és kábelen így majd, majd akkor az ott fogja, gyakorlatilag bizonyos alkatrészekkel is törnének gravitáció alatt, hogyha elkezdenéd kinyitni. Ezért különleges szerkezeteket kellett gyártani ezekre a tesztekre, mechanikai tesztekre, amivel a, a különböző pontjait pontosan annyi súlyjal vagy erővel húzni fölfelé, mint a gravitáció, hogy, hogy ellensúlyozzuk a gravitációnak a, az elejét. Máskülönben, mondom, ki se tudnád nyitni Jézusa. a Földön? Tehát ez, ez hihetetlen, de hát közben geometriailag nehéz hozzáférni, mert ez egy több rétegű valami, tehát érdekes, hogy már önmagában ez egy igen. óriási mutatvány, hogy ezt a felfüggesztős dit, ezt hogy lehet eljátszani, és akkor talá talán, így már jobban megértem, hogy hogy, 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 mi is volt az, az talán akkor a Godard űrközpontban történt az egyik ilyen nyitási teszt ott Marylandben, ha jól emlékszem, ahol Én volt valami csúnya szakadás. Mondta egy nagyon jót még annak ide, hogy, hogy hogy, ez egy, ez egy infravörös műhold, Aha. és e, csak egy, egy, pár szó erejéig csúszunk vissza arra. Jó. Infravörös, ez valójában hogy lehet elképzelni, hogyha egy hétköznapi, ne, nem tudományos háttérrel megáldott embernek, de gyakorlatilag ez egy hőkamera, hőteleszkóp. Van hőkamera, annak idején számolgattam Jó. ilyen dolgokat, hogy tehát minden, ugyebár hőt sugároz ki, ami nem mínusz 273 fokos. És a, tehát az abszolút nulla fok, az a nulla Kelvin, és mindent, minden uh, hőt ki. Amikor fölmelegítesz egy, egy fémet, akkor egy idő után elkezd vörösen, majd fehéren izzani, de valójában előtte is már infravörösben izzik. De hogyha Akár jéghidegségre, mármint vízjéghidegséget nulla, nulla fokra ez az is hőt sugároz ki, csak az már közép vagy távoli infravörös hullámhosszan. És ugye már miért kell lehűteni az egész teleszkópot? Ez egy hőkamera, hogyha nem hűtenéd, akkor gyakorlatilag az egész világítana, és saját magának a fényét látná. Így van, és akkor már oké, tudom, hogy én már kérdeztem valamit, és ne is felejtsük el ezt a nyitást, de akkor talán ide kívánkozik, ehhez a megjegyzésedhez, hogy ugye itt nem a sunshield csinálja meg az egész hűtést, hanem még ezen kívül keringettek benne valami ilyen hűtőfolyadékot is, igaz? Igen, igen, igen. Tehát valójában a, a minél távolabbi infravörösben az, az minél hidegebb, hogy Kö, köznapi nyelven, minél hidegebb dolgoknak a fényét akarod látni, annál hosszabb hullám, hosszokra kell menni, annál, annál távolabb kell menni az infravörös spektrumban, és a, a ugye négy főműszer van, nagyon gyorsan a NIRCAM, a NIRSPEC, a NIRIS, ez a három, ez mind közeli infravörös, éppen ezért ezeket annyira nem kell lehűteni, ezek mind passzívan lesznek hűtve. A MIRI az egyetlen, ahol aktív hűtés van, egy négyfokozatú cryocooler, ami 6 Kelvinre hűti le a mirit. Míg az összes, a másik három műszer, ők, ők, ilyen 40-60 Kelvin környékén lesznek. Tehát akkor 6 Kelvin azt a mindenit, hát az, az, az szinte, így, szinte alig, alig, melegebb valamivel, mint a kozmikus háttér. Igen. Tehát, hogy mint maga, <laughs> maga, az univerzum. Hát ez, egészen egész éjtetlen. És ugye felmerül a kérdés, hogy gondolván itt a korábbi infravörös űrtávcsövekre, például a herső űrtávcsőre, ahol egy ilyen komoly limitet jelentett az, hogy a hűtőfolyadék az mennyi ideig tart, ugye ott, hélium, ott héliummal, a hűtőfolyadék. héliummal hűtötték. Hogy működött a Hershel, tehát van valamilyen nagyon-nagyon hűves folyadékod, és ahogy az elpárolog, mint ahogy a víz elpárolog a kezedről, hogy a, hogy a rá, tehát vízet raksz a kezedre, és ráfújsz levegőt, akkor ugye már érzed, egy hűvös. Ugyanezt történik csak kriogenikus hőmérsékleten a héliummal, azt is elpárologtatják, és viszont a probléma micsoda az, hogy fölviszel több száz liternyi héliumot, az egyszer csak elfogy, és innentől kezdve a Herschel, ami egyébként nagyon-nagyon-nagyon sikeres műhold, ja, hűmó, műhold, volt, onnantól kezdve hát gyakorlatilag halott, mert fölmelegszik. Ez az első olyan, olyan űrteleszkóp, ahol viszont aktív hűtés hűti a, a mirit. Éppen ezért, e, ugye bár ez hát nagy vonalakban hasonlóan működik, mint egy, mint egy hűtő, ami otthon van, kicsit drágább. <laughs> Na, de ez azt is jelenti, hogy itt a ti esetetekben akkor kinéz egy ilyen évtizedes nagyságrendű működési idő, hogyha minden oké. Okay. Ami öt, a hersel minden... esetében eleve elképzelhetetlen igen. lett volna. Igen, öt év, 5 év a requirement, és 10 év a goal. Igen, de azt mindig alacsonyabbra szabják, mert ugye nyilván az van, hogy akkor könyvelhető el valami sikeres küldetésnek. És akkor itt vannak ezek a röhelyes dolgok, hogy mit tudom én, az opportunity Marsjáról, arra az volt a duma, hogyha egy hónapig működik, akkor az egy mission success képest, mit tudom én, évtizedek. Tehát, hogy, tehát, hogy valami ilyesmi, tehát, hogy olyan... olyan durva az, az egy picit kakuktojás, tehát az, az egy hatalmas siker, tehát, tehát erre <laughs> senki nem számított. Na jó, ez igaz, így van. Szóval csak azért benne van ez a pakliban. Hát úgy reméljük, hogy így is lesz. De akkor, akkor visszatérve, visszakanyarodva, akkor erre a, a dologra, hogy én emlékszem, és az abban a sajtóban, annak idején sajtóban is elég nagyot ment, ez amikor pont ennek a, a sunshield nek a, a nyitása során ott volt valami e, izé, probléma, ami ugye szintén évekkel, ha jól emlékszem, visszavetette. A, a, hát nem is a fejlesztés volt az már, hanem a start előkészületeket, hogy mondjam. Hónapok, hogy, inkább hónapok, tehát az relatívan hamar, hamar megoldották. De ott, hogy is volt ott a sztori? És, és még ezen kívül is, ha ezt elmeséled, akkor meg mindenképpen, nyilván mindenki ilyeneket akar hallani, hogy hogy bármiféle ilyen sztorik, csak hogy, hogy jobban érezzük, hogy hogy ennyire bonyolult ez az egész, meg hogy hát mégis itt is emberek dolgoznak, tehát mindig vannak hibák, ez természetes. Itt mindig vannak hibák, ez tény, és tényleg emberek, emberek vagyunk egyébként, ez, ez, még talán érdekes megemlíteni, hogy, hogy mindenki hibázik, itt is, itt is vannak hibák, én is követtem el hibákat. Nagyon fontos az űr fejlesztéseknél, hogy ezek a hibák, ezek abszolút nincsenek, hát hogy mondjam, megbüntetve. Ugyanis akkor egyszerűen olyan, az emberek olyanok, hogy, hogy szerettik a, 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 hibáikat kicsit úgy elpalástolni, egy ilyen elpalástolás az végzetes lehet egy ilyen érmisszióban. Tehát gyakorlatilag minden, minden, ilyen, ilyen emberi hiba az, az, úgy van megtárgyalva és úgy van megoldva, mint hogyha egy hétköznapi hiba lenne, egyszerűen muszáj így kezel, így menedzselni a, a hibákat. Máskülönben tényleg nagyon sok lenne az olyan, amiről nem tudunk. Tehát bármilyen ilyen komolyabb hiba az rögtön, rögtön, publikus, mindenki felé publikus, ugyanis nem, a hiba megtörtént, a megoldás a lényeg. Erre van, van még egy nagyon jó mondása, az egyik system engineer mondta, hogy bármilyen kicsi, de nem ismert hibát fölcserélne egy nagyra, amit tökéletesen ismert. <laughs> És ez nagyon-nagyon-nagyon így van. Mert gyakorlatilag, hogyha tökéletesen ismered, akkor tökéletesen ismered, hogy milyen módon tudod megoldani. És visszakérjek magára a kérdésére, de pont ez az a sztori, amit nem tudok olyan hitelesen elmesélni, mert nem voltam ott. De a lényeg az pont egy ilyen rázó rázóteszt volt, és ott sajnos kiderült az, hogy az alapvető designban voltak problémák, a szánsírnak a fölfogató klipsei, és egy ilyen rázó teszt után a legnagyobb nightmare-re érkeztek be az emberek, a, a mérnökök, hogy Jé, mi ez a sok minden a Földön? és több tucatnyi, nagyon azonos alkatrész az így hevert a földön, és de hál' Istennek so, relatíve hamar megoldották ezt, vagy hónapokkal. Ez a hiba, ez csak hónapokkal, ez egy tervezési hiba volt, uh -huh. hónapokkal tolta. Az egyébként akkor még nagyon jó időben lévő munkamenetet, tehát ott a, két, a legutolsó nagyobb határidőtolásnál tolásnál ott, ott, ott annyi időt raktak még pluszba bele, hogy abból úgymond lehetett használni, és akkor ez még nem jelentett olyan, olyan kritikus dolgokat, de minden nap jön valami apróság, hogy meg kell oldani egy ilyen eh, angolul gotcha moment, eh, eh, amire így nem, nem, nem gondoltál, annyira, de annyira komplekt, tehát tényleg konkrétan milliárd alkatrészekből áll ez a műszer. Éppen ezért tesztelünk, éppen ezért tesztelünk ennyit, mert a tervezőasztalon nem tudsz mindent figyelembe venni, nagyon apró dolgokat tudsz elnézni. Mesélek egy, egy sztorit. Az egyik mérés, amit én terveztem, az egy relatív egyszerű mérés. A, a Mirinek kellett minden egyes csatlakozóját megmérni, úgyhogy hogy mondjuk van 20 érintkeződ egy csatlakozón, több csatlakozód is van, de 20 érintkeződ van egy csatlakozón, és ott minden egyes láb és minden egyes láb között egy mérést az, hogy például, hogy az a bizonyos szenzor, az még véletlenül sincsen összekötve valahogy a műszernek a testével. Tehát izoláció mérések, és az, hogy mondjuk azon a szenzoron, hogyha megmérem, hogy milyen ómikus ellenállás van, akkor a várható ellenállást mérem, és na most mi elég különleges kriogenikus kábeleket használunk. Miért használunk kriogenikus kábeleket, és mit jelent ez? Gyakorlatilag minden egyes elektromos vezető az hővezető is, és sajnos a kettő az fizikailag összefügg, így a szabad elektronok miatt. Tehát, hogyha valami nagyon jó hűvezető, akkor az általában nagyon jó elektromos vezető és, és vice versa. A kriogenikus kábel egy picivel jobb elektromos vezető, mint amennyire hővezető. Tehát picivel rosszabban vezeti a hőt. Ezt ugye 6 kelvinre hűtjük le ezt a, ezt a miri műszert, és összvíz 65 milliwatt hűtési teljesítményünk van. Úgy, összehasonlításképpen egy, egy normál hűtő az ilyen 150 watttal hűt, egy, autónak a, hűtője, az több kilowattot hűt, mi 65 milliwattot tudunk kiszivattyúzni hőt a miriből, tehát minden hő, amit belerakunk, az, az, nekünk valahogy vissza kell hűteni, és minden melegszik, a detektorok melegednek, a, minden elektronika melegszik, a motorok melegednek. Hol visszük be a legtöbb hőt? A kábeleken keresztül. Ugyanis a kábelek, egy 10, 16 méteres kábelt képzeljünk el, és az egyik oldalán van egy, egy elektronika, ami melegben van, mert ez úgynevezett meleg elektronikás, tehát nagyságrendileg ilyen 0 és 20 fok körül, és a 16 méteres kábel másik végén viszont mínusz 260 körüli hőmérséklet van, gyönyörű szépen megy be a hő. És mi volt az, e, mi volt az ami, ami meglepet? A elektronikus méréseknél kiderült az, hogy, hogy valami e, egy tized ómmal alacsonyabb, mint ami fizikailag lehetséges lenne egy kriogerikus kábeltől, és akkor föl kellett hívnom a, a System Engineer-t Angliában, hogy te figyelj, nem lehetséges, hogy valóban van egy rész kábel. Ami ugye, a rész az egyik legjobb hővezető, tehát ez, amit nem használunk kriogenikus kábelként. És elkezdték nézni, és kiderült, hogy véletlenül a, a názásoknak az egyik, egyik alkatrésze az egy ilyen teljesen off-the-shelf hétköznapi kábellel lett bekötve a rész? és mm. ez, ez gyakorlatilag, ez olyan problémákat okozott volna, hogy a teszteket nem tudjuk véghez vinni, tehát az, ez elkövetkező két hónapban lett volna egy hatalmas nagy tesztkampány, illetve ez meg is történt, de gyakorlatilag nem tudtuk volna lehűteni, mert ezen az egy részkábelen több hő ment be, volna be a műszerbe, a miribe, a, a földi tesztek alatt, mint amennyire összes többi több száz kábelen, ami kriogenikus kábel. Tehát gyakorlatilag egy, egy, ezzel az, az egy egyszerű, relatív egyszerű méréssel e, sikerült megmenteni egy két hónapos tesztkampányt. Ilyen létezik, ilyen van. Hát, hát borzolgató. Egy sikerült mesélt, elkapni. Mesélt, meséltél meg egy, na, egy, egy hasonló, hát nem hasonló, egy, egy, egy tervezési izér sztoriról is. Igen, igen, igen. Az egyik beszállító, aki, aki a kábeleket szállította be, ezeket a kriogenikus, nagyon különleges kriogenikus kábelek, egyébként itt is csak egy érdekesség. Ezeket a kábeleket úgy kell legyártani, hogy rettenetes nagy követelményű kábelek, meg megbízhatóságú kábelek, gyakorlatilag csupaszoltál már kábelt, ugye? Igen, persze. Hogy csinálja otthon az ember, amikor még fiatal, beveszi a foga közé a kábelt, és így lehúzza róla a műanyagot a fogával, ugye? Csináltál értem. nem? Hát természetesen, igen. Na. Ezeket úgy kell csupaszolni darabonként, a kábeleket a forrasztás előtt, a forrasztás az egy külön procedúra, ami több hónapos uh, tréning, de úgy kell, úgy, úgy kell lecsupaszolnod minden egyes kábelt, ami az űrbe megy, hogy nem érhetsz hozzá a kábelhez ez csak egy apró, egy kis apróság. Ugye, és hmm. abban a pillanatban, hogy hozzáértél a fém részének, tehát magához a vezetőhöz, ott, hogyha hozzáértél, ott már egy nagyon picike, nagyon picit benyomódhat, és ez gyakorlatilag ebből a kis benyomódásból már el tud kezdődni egy törés. És gyakorlatilag így törnek el a, a kábelek, hogyha már van egy nagyon pici kis, kis uh, karcolás rajta, az lehet egy kezdőpont. Tehát ez csak így a, megint csak az, hogy, hogy mik a nehézségek. Visszatérve, amit kérte, hogy meséljek el, a lény, ez is egy nagyon emberi dolog, Ugye már 3 d CAD modellekben történik meg a tervezés, hogy pontosan hol mennek a kábelek, hol vannak a csatlakozók, mi, mi hol van elvezetve, és, és minden, mindenre ugye már iszonyat kevés hely van és hát sikerült úgy megcsinálni egy csatlakozót, hogy a maga a csatlakozó ajzatban, amikor már benne volt, akkor tökéletesen ott volt, viszont egy ilyen kicsit elalakba kellett beledugni, és gyakorlatilag bedugni viszont már nem lehetett a fal miatt, úgyhogy ezt nagyon gyorsan valami, nem tudom, két hét alatt kellett egy kb. 10 centis kis toldalékot legyártani, aminek kisebb a csatlakozó feje, és befér a a csatlakozó ajzat helyére. Nem volt könnyű feladat. Ennyire gyorsan, így bár űrminőségű, űrkövetelményeknek megfelelő gyártót szerezni, aki ezt két hét alatt megcsinálja. Itt is azért két hét alatt, meg két hét múlva, vagy három héttel később már elkezdődött egy tesztkampány. Nem volt könnyű feladat. Hát igen, de ebből is látszik, hogy Hát mindenki hibázik, és tényleg az a szép, hogyha van egy olyan rendszer, ami nem bünteti a hibákat, viszont nem is gátolja a hierarchia mentén az információ terjedést fölfelé, azzal, csak azzal és csak is azzal lehet létrehozni egy ilyen több milliárd elemből álló high-tech-cuccot, mint ez. És, és hát most már utolsó kérdésben, mert hát a, a nagyon vészesen közeledik az adás vége, de még a leges, legfrissebb nehézségekről ejtsünk néhány szót, ami ugye a legutolsó halasztást eredményezte, ami csak néhány hét hetes mm. halasztás volt, ugye hiszen korábban is talán decemberre volt már kitűzve a start, de aztán történt valami, ami miatt most december 22-ére, tehát későbbre került, amit már ott fedeztek fel lényegében a, a francia Gajánában, Kuruban levő űrközpontban. Itt, itt, mi történik? Tudsz -e erről valamit, vagy valami belső két dolog, két, két, dolog is van, ami, amire igaz lehet, amit kérdezel. Az egyik probléma az az volt, az, az még egy, egy pár hónappal ezelőtt a, az, a, az a fairing, ez mint egy mint egy motoron a, a szélvédő üveg, ilyen sportmotoron az első szélvédő üveg, az így gyakorlatilag eltereli a, a levegőt viszont onnantól kezdve, hogyha már nem levegőben vagyunk, és, és kijutott az űrbe, akkor ez teljesen felesleges teher. Úgyhogy egy, egy ez, ez általában ilyen robbanó csavarokkal így két irányba így leválasztják adott pillanatban, és onnantól kezdve, mert űrben van, ezért ott lesz szabadon a James Webb. És a probléma itt azt jelentette, hogy, hogy a, amikor ez leválik, akkor még van minimális levegő, ami így benn marad, és, és az hirtelen távozik, ahogy, ahogy ugye bár neki van lehetősége. És eddig, az eddigi szatelliteknek az utóbbi, hú, mi, mióta is repül az NM5 régóta? Hát igen, én szerintem az is már ilyen 25 éve kábé. Ja, körülbelül. Tehát az elmúlt el 25 évben ez, ez nem volt olyan szatelit, ahol ez problémát jelentett volna ez a, ez a levegő miatti hirtelen ilyen úgy lett hogy lehet mondani, a széllökés, ami ott, ott, ott így, így, történik, ilyen képzavarral élve, viszont ugye bár pont a James Webbnek ezek a Mylar iszonyat vékony Mylar nappajzs, nappajz. az úgy egy az egy Igen. fordítás, nappajz, ez, ez annyira, annyira érzékeny, hogy, hogy, rettenetesen félnek attól, okkal természetesen, majd elmondom miért, hogy ez a kis légfuvallat, ez, ez elszakíthatja, ugyanis hogyha ez elszakad, akkor az egész mission az, az vége. Tehát hogyha, hogyha nem nyíl ki jól, vagy szakadt, vagy bármi a, ez a nappal is, akkor gyakorlatilag egy infravörös műhold az használhatatlan. Úgyhogy emiatt át kellett tervezni, és ez meg is történt, hogy áttervezték ezt a kúpot, és hát itt jön megint a teszt, tehát utána több missziót, teljesen más műholdakat, már ezzel indítottak, és, és akkor le is tudták mérni, hogy oké, okay, jó terveztünk, és kiderült, hogy nem, ez még mindig nem elég a James Webbnek, úgyhogy ezt azt hiszem kétszer kellett még áttervezni, és az utolsó indítás, az gyakorlatilag az utolsó Ariane 5 indítás volt, Aha. és gyakorlatilag ott már a második módosítás után mondták azt, hogy jó, ez már így, így elég lesz. ha ott nem sikerült volna, akkor tovább csúszott volna a James Webb. Hát ez hihetetlen, tényleg egy kötéltáncra emlékeztet az az egész, amikor végig kell menni, és mennyi bizonytalanság, és mennyi ilyen single point failure-re lehetőség, amit mondtál. Hogy Erre még egy, a, egy a, az borul. Egy, egy, pár mondatot single point failure, ugyanis miben különleges meg a James Webb? Szóval olyan iszajat mennyiségű mechanika van rajta, mint eddig egyetlen egy műholdon sem volt. Uh -huh. És a mechanika az minden egyes űrmissziónak az ahillas sarka. Ez az, ami, ami el tud romlani, ez az, ami nem nyílik ki, bármi. Eleve a mechanikák egy ahillas sarok, hát ha még kriogerikus, tehát mínusz 200 fok alatti mechanikákról beszélünk, ahol mondjuk például olajat se használhatsz, mert egy olaj az belefajdna a csapágyakba, nagyon-nagyon különleges anyagok, nagyon-nagyon különleges alkatrészek, és mindezt rettentesen nehéz tesztelni, és teljesen a, 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 ilyen hőmérsékleten az anyagoknak teljesen mások a tulajdonságai, sokkal-de-sokkal merevebbek, sokkal törékenyebbek. Tehát ezt is azért érdemes érezni, hogy, hogy miért is tartott ilyen iszonyatosan sok időbe. Hát igen, ez tökéletes, bizonyos értelemben zárszó, és hát tényleg hát mindenki szurkoljon. Hát mire ez az adás megtörténik, akkor még nem, de mire a következő két héttel későbbi adásá jön, addigra már eljön az igazság pillanata. Úgyhogy a következő szokolébresztőben már remélhetőleg arról fogunk beszámolni, hogy minden tökéletesen működött. Természetesen vissza fogunk térni, ahogy a tudományos programjára a James Webbnek is vissza fogunk majd térni, de hát a mai adásidőnk az véget ért, úgyhogy nagyon hálásan köszönöm neked, Őrs, hogy itt voltál velünk, tehát Detre Őrs jelentkezett be Heidelbergből a Skype vonalon keresztül, a James Webb űrtávcső egyik fejlesztője, és hát sok sikert, vagyis hát most már ezen a ponton ugye elengedtétek a gyereket, tehát itt már nincs tennivaló, tehát akkor mit tudom én, hogy mondjam csak, kellemes ideg, idegállapotot kívánok nektek a következő hetekre. Elő és, és ez egy, egy pillanatra a reklám, csinálnék, a élőben fogjuk végigizgulni a egy csillagvizsgálóval a, Nagyon jó, jó, egy, jó, egy live pod, pod, podcasten, tehát ugyebár ez december 22 és 1 órától. És a Youtube-on lehet majd. A, akkor ezek szerint a a kommentároddal is Igen, el. így lesz. Na, Igen, hát ez akkor. fantasztikus. Akkor oda kell kapcsolni. Tökéletes zárszó. Hát akkor köszönöm szépen mind, neked a bejelentkezést, a kedves hallgatóknak meg a figyelmet. További szép napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Ez volt a Szokol Ébresztő. Sziasztok! Márosan jön a következő rész.